Megszavazta a parlament kedden a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és az országgal szembeni rágalmak visszautasításáról szóló a sargentini jelentés elleni határozatot, amely arra szólítja fel a kormányt, ne engedjen a zsarolásnak, utasítsa vissza a Magyarországot ért valótlan vádakat, és jogi úton is lépjen fel a csalással elfogadott Magyarországot rágalmazó jelentéssel szemben. A képviselők 129 igen szavazattal 26 nem ellenében 18 tartózkodás mellett fogadták el a Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Kocsis Máté Fidesz frakció vezető által benyújtott javaslatot, amely hangsúlyozza, Magyarország maga védi a határait. Fenntartjuk a kerítést és nem engedjük, hogy elvegyék tőlünk a határőrizeti jogát. A dokumentum szerint az Európai Parlamentben elfogadott sargentini jelentés a demokratikusan megválasztott Magyarország gyűlés döntéseit támadta meg, ezzel pedig túllépte hatáskörét, megsértette az ország szuverenitását. A határozatban az olvasható, megdöbbentőnek tartják, hogy az EP bevándorlást támogató képviselői azért ítélik el Magyarországot, mert megvédte határait. Visszautasítjuk a sargentini jelentésnek nevezett hazug bevándorláspárti vádirat rágalmait. Visszautasítjuk a jelentést, amely azért támadja Magyarországot, mert nem fogadott be bevándorlókat, elutasította a kvótát, jogi határzárat hozott létre, és büntethetővé tette az illegális bevándorlás szervezését, írták. Az országgyűlés kedden kivételes eljárásban határozott a lakástakarékpénztárak állami támogatásának kivezetéséről. A döntés nem érinti a már megkötött lakás előtakarékossági szerződéseket, az állami támogatás a törvény hatályba lépését követően megkötött, illetve meghosszabbított szerződések esetében nem jár majd. A képviselők 125 igen szavazattal 49 nem ellenében hagyták jóvá a fideszes Bánki Erik erről szóló javaslatát. A kormánypárti képviselő indítványában hangsúlyozta, az elmúlt években meghozott intézkedéseknek köszönhetően a magyar családok ma már jelentős állami támogatást vehetnek igénybe használt és új lakásvásárlásakor. Ez segít a családoknak abban, hogy túlzott eladósodás nélkül jussanak saját otthonhoz, tette hozzá. Bánki Erik ugyanakkor figyelmeztetett, az állam több mint 20 éve támogatja a lakástakarékpénztárakat, azonban ez a megtakarítási forma nem szolgálja eredményesen az otthonteremtési célokat, miközben a szolgáltatók az állami támogatás egy részén is extra profitot realizálnak. A lakástakarék program mára egy az állam és az adófizetők számára költséges, de nem hatékony konstrukcióvá vált, miközben az összes öngondoskodási megtakarításnak csak az egyharmadát teszi ki a lakástakarékban tartott összeg, addig az összes ilyen jellegű állami támogatás háromnegyede kerül évente a lakástakarékpénztárakhoz, fejtette ki, megjegyezve, a jellemzően kis összegű konstrukció miatt a megtakarításokból alig épültek új lakások. A kormánypárti politikus kitért arra is, az eddig a lakástakarékokra fordított források a jövőben többek között a CSOK további bővítésének pénzügyi fedezetét biztosíthatják. Átlépte a 100 000 főt az ifjúsági garancia programban résztvevő fiatalok száma, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok munkanélkülisége harmadára csökkent 2010 óta, jelentette be Varga Mihály. Az ifjúsági garancia program olyan 25 év alatti fiataloknak nyújt segítséget, akik nem dolgoznak és oktatásban, képzésben sem vesznek részt. A programban országosan eddig több mint 100 000 fiatal lépett be, közülük mintegy 68 000 bértámogatással helyezkedtek el, 33 000 pedig a helyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzésben vettek részt, mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter közölte, a kormány kiemelt feladatának tekinti az ifjúsági munkanélküliség minél alacsonyabbra csökkentését. Mint mondta, főként az ifjúsági garancia programnak, a munkahelyvédelmi akciónak és az aktivitást ösztönző intézkedéseinek köszönhetően a 2010-es mintegy 30%-ról már a 10% közelébe sikerült csökkenteni az ifjúsági munkanélküliséget. A tárcavezető hangsúlyozta, 2010 óta Magyarországon nőtt a harmadik leggyorsabb ütemben a 15-24 éves fiatalok foglalkoztatási szintje.
Az emberéletek megmentése a célja annak a jogszabálynak, amely hétfőtől megtiltja, hogy a hajléktalanok életvitelszerűen az utcákon éljenek. Erről beszélt Rétvári Bence az M1-en. Az államtitkár hozzátette, a jogszabállyal megelőzhető, hogy a hajléktalanok télen kihűljenek egy közterületen vagy erdőben. A hajléktalan szállókon hétfőtől országszerte minden készen áll az újonnan érkezők fogadására. A nappali melegedők és éjjeli menedékhelyek mostantól hosszabb ideig vannak nyitva, ami azt jelenti, hogy a nap 24 órájában biztosított a hajléktalanok ellátása. Országszerte mintegy 19 ezer férőhely áll rendelkezésre. A mostani szabályozás célja az emberélet megmentése, erről beszélt az M1-en az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára. Hozzátette, a hajléktalanok ezzel esélyt kapnak az új életre. Az államtitkár arról is beszélt, a probléma 28 éve megoldatlan Magyarországon. Az eddigi jogszabályok ugyanis nem voltak alkalmasak arra, hogy a hajléktalanságot megszüntessék. A Magyar Nemzeti Bank tízszeresére növelte Magyarország aranytartalékát. Ezzel az aranykészlet nagyságát a 70 évvel ezelőtti historikus szintre emelte, jelentette be a jegybank kedden. A döntéssel 2018. októberében a jegybank nemesfém állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára, azaz a tízszeresére emelkedett, melynek értéke mintegy 1,24 század milliárd dollár. A nemzetközi tartalékon belül az aranytartalék aránya ezzel 4,4%-ra emelkedett, ami megfelel a nem euróövezeti közép-kelet-európai országok átlagának, olvasható a jegybank honlapján. 1986 óta most először vásárolt újra aranyat az MNB. Az aranytartalék emelésére és fizikai formában történő hazaszállítására 2018. októberének első felében került sor. A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeiről, terveiről, valamint a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium tervezett szervezeti átalakításairól is beszélt a honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten egy sajtóbeszélgetésen. Benkő Tibor a 2018-as évet sikeresnek nevezte. Azt mondta, ez a kezdet, és bízik benne, hogy a folytatás még nagyobb volumenű eredményeket fog hozni. Példaként említette, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program révén számos eszközbeszerzést, új eszközök rendszeresítését hajtották végre. Úgy értékelte, a program nem csak elindult, hanem a vártnál is sikeresebben működik. Mindennek alapja, hogy határozott elgondolásunk van, és ehhez a kormány a szükséges költségvetést biztosítja. Tette hozzá megjegyezve, mindemellett kehopos pályázatok keretében uniós forrásokból is voltak fejlesztések a honvédségnél. Benkő Tibor az eredmények között említette az újraindult hazai pilóta képzést, továbbá elmondta, az eddig beszerzett 4 Zlin típusú repülőn túl további 4 kiképző repülőgép beszerzése van folyamatban. Jelezte, hogy a vezetési és irányítási rendszer, valamint a szervezeti keretek átalakítására is szükség van. Jó ütemben haladnak az őszi betakarítási és a vetési munkák is a száraz időjárásnak köszönhetően. Ugyanakkor a megfelelő keléshez szükséges lenne a csapadékra, mondta a Petőházi Tamás a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke hétfőn az MTI-nek. A GOSZ elnöke ismertette, hogy a kukorica 3/4-ét már betakarították a mintegy 900 ezer hektárnyi területről. A termés átlagok folyamatosan emelkednek. Jelenleg az országos átlag hektáronként 8,1-8,2 tonna. Becsléseik szerint az idén 7,5 millió tonna lehet a termés mennyisége, a tavalyi 6,62 millió után. A napraforgó betakarítása befejeződött több mint 600 ezer hektáról, mintegy 1,8 millió tonna napraforgót gyűjtöttek be. A termés átlaga vártnak megfelelően 3 tonna feletti. Az elnök a növény világpiaci árát alacsonynak ítélte, jelenleg ez tonnánként 82-84 ezer forint. A felvásárlási áraknál pedig a szakember szerint a káposzta repcével megegyező 100 ezer forint feletti szint lenne az ideális.
Tájékoztatása szerint a szóját a 60 ezer hektáros vetés terület mintegy feléről takarították már be. A hozam 2,6 tonna körül alakul hektáronként. A burgonyát a terület 96%-áról szedték fel, a termés átlag hektáronként meghaladja a 23,77 tonnát. A cukorrépa betakarítása is folyik már, a 15 ezer hektárt meghaladó vetés terület 21%-áról 203 ezer tonnát takarítottak be, sorolta. Kampány indul a belföldi mézfogyasztás ösztönzésére, ami az évente megtermelt 20 ezer tonnából jelenleg csupán 7 ezer tonna, egyfőre számítva mintegy 70 dekagram, mondta Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatón Budapesten. A mézfogyasztást ösztönző kampány november végéig tart, az Agrárminisztérium, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrármarketing Centrum együttműködésében. A miniszter elmondta, hogy az idén közepes mennyiségű mézet állítottak elő a méhészek az előző évekhez képest. A megtermelt méz viszont kiváló minőségű. Magyarország méz nagyhatalomnak számít. Európában itt a második legnagyobb a méhsűrűség. Ugyanakkor a mézfogyasztásban még nem szerepel az ország az élen. Belföldön mintegy 20 ezer méhész 1,2 millió méh családdal gazdálkodik, tette hozzá. Szólt arról is, hogy az ágazatnak idén nehéz időjárási körülményekkel kellett szembenéznie. Emellett állategészségügyi nehézségek is adódtak, de vannak gondok az értékesítésnél is. Oda viszik a határon túli magyar családok a gyerekeiket, ahol jó minőségű óvodapedagógiai munka folyik, kultúrát környezetben, mondta a Karcz FM reggeli műsorában a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Ferenc Viktória egy nemrég lezajlott kutatásra hivatkozva arról is beszélt, hogy a minőség mellett a szülők óvoda választásánál fontos szempont, hogy magyar legyen a nevelés nyelve. Kárpátalján nem csak a vegyes házasságban élő, hanem az ukrán családok is szívesen adják magyar óvodákba a gyereküket a minőségi nevelés miatt. A kutató szerint Felvidéken a magyar óvodák 50, Kárpátalján 76%-a nyilatkozott úgy, hogy túljelentkezés van náluk. Azt is mondta, hogy a magyar anyanyelvű óvodai nevelés azért fontos, mert ebben az életkorban alakulnak ki a nyelvi alapok, a hangok. Aki pedig ilyen óvodában iratja be gyerekét, az később magyar iskolát is választ. A kormány határon túli óvodafejlesztési programja az új óvodaépítések és korszerűsítések igazolást nyertek a kutatásban. Beszélt arról is, hogy a kutatás a demográfiai helyzetet is vizsgálta. Eszerint bár mindenhol kevesebb gyermek születik, a Kárpát-medencében a nagyobb tömbökben élő magyarok körében a népesség csökkenés megállt, sőt, több régióban növekedést tapasztaltak. Magyarország a jó szomszédi kapcsolatokban érdekelt Ukrajnával, és azt kívánja, hogy keleti szomszédja erős és demokratikus ország legyen, amely tiszteletben tartja a nemzetközi kötelezettségeit, és erőforrásként tekint a határain belül élő nemzeti kisebbségekre, köztük a magyar közösségre, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxemburgban. Szijjártó Péter az uniós és a keleti partnerségi programhoz tartozó országok külügyminisztereinek találkozóján vett részt. A miniszter a Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel folytatott kétoldalú megbeszélését követő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Ukrajnának semmilyen alapja nincs arra, hogy ne erőforrásként tekintsen kisebbségeire, vagy ennek az ellenkezőjét gondolja. Magyarország mindig nyitotta a konzultációra, tette hozzá Szijjártó Péter. Kiemelte, Magyarország azt várja, hogy Ukrajna ne csak szavakban, hanem tettekben is mutassa meg, hogy nem kiélezni, hanem megoldani akarja a kialakult helyzetet. Vasárnap Komáromnál, hétfőn pedig Esztergomnál döntött negatív rekordot, és hamarosan Budapesten is elérheti a valaha mért legalacsonyabb szintet a Duna. Mohácsnál már két nappal ezelőtt letiltották a komforgalmat. A nagyobb hajó közlekedése pedig a Duna teljes magyarországi szakaszán nehézkes. Soha ilyen alacsony nem volt még a Duna vize Komáromnál. Vasárnap 14 cm-t mértek, ami 4-jel kevesebb, mint az eddigi negatív csúcs,
hétfőn pedig már csak 11 cm-es volt. Ez leginkább a hajósoknak okoz nehézséget. Egyelőre nincs hajózási tilalom, de a nagyobb szállodahajók már nem futnak ki. Alig lehet ráismerni a Dunára Esztergomnál. A horgászok azt mondják, 50 méterrel feljebb szoktak pecázni. Hétfőn itt is rekord alacsony volt a vízszint. Az 1 méter 20 cm-nél mélyebb merülésű hajók már nem tudnak közlekedni. Az elmúlt hetekben egyáltalán nem esett csapadék a Duna vízgyűjtő területén, és az előrejelzések szerint a következő 8-10 napban sem várható komolyabb eső. A Magyar Víziközmű Szövetség szerint ez nem fogja érinteni az ivóvízellátást. Új pályával gazdagodott Mocsa. Az MLS pályaépítési programjának, a TAO-nak és az önkormányzatnak köszönhetően épült meg Mocsán az új többfunkciós rekordtámpálya. A beruházás csaknem 42 millió forintból valósult meg, mely mostantól hozzájárul a gyermekek mindennapos testneveléséhez. A pályához hozzáépített lelátó pedig 100 fő részére nyújt szurkolási lehetőséget. Az ünnepséget megelőző mini focitornával avatták fel a fiatal labdarúgók a megépített pályát, ahol az első helyen a Mocsai Arany János Általános Iskola végzett. Az átadáson részt vett Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. Kans Csaba, az MLS megyei társadalmi elnöke, Popovics György az MLS megyei elnökségi tagja, és Kéner László az MLS megyei igazgatója is. Dr. Kans Csaba elmondta, hogy mindig öröm, ha egy település infrastruktúrájához sportlétesítményekkel hozzájárulhatnak, ezzel is motiválva a gyermekek mindennapos mozgásigényét. Kéner László igazgató pedig kiemelte a TAO pályázatok fontosságát országos szinten, de még inkább a kisebb településeken, ahol is a gyermekek fejlődését szem előtt tartva épülnek az újabb és újabb sportpályák. Régi vágya teljesült a keréktelekieknek. A hétvégén átadták ugyanis a megújult védőnői rendelőt és szolgálati lakást. Az épületet fél évszázada nem újították fel nagyobb mértékben. A TOP forrásainak köszönhetően 13 millió forintnyi támogatással ezentúl korszerűbb, szebb környezet fogadja majd a várandós anyukákat és a gyermekeket. A sportlövő komáromi Pekler Zalán aranyérmet nyert mongol partnerével a Buenos Airesben zajló ifjúsági olimpiai 10 méteres léppuska vegyes páros versenyében. A Viadal honlapja alapján a magyar sportoló és mongol társa a döntőben 10-9-re győzött egy orosz-mexikói kettőssel szemben. A vegyes csapat versenyben elért helyezés a hivatalos éremtáblában nem számít bele. Az alapversenyben 828,4-es körrel az első helyen végzett párosunk, amely a kieséses szakaszban előbb egy kínai-bangladesi kettős győzött le 10 hétre, a négy közé jutásért egy argentin-iráni duót 10-9-re, majd az elődöntőben egy argentin-finn párost 10-5-re. Pekler Zalán a 10 méteres puska számban éppen hogy lemaradt a döntőről, 9. lett, 2 tizeden múlt a döntő. Csütörtökön a napsütést legfeljebb fátyolfelhők zavarják, csapadék nem várható, a keleti szél mérsékelt lesz, 20 és 24 fokra melegszik a levegő. Pénteken a hajnali 5 foltok napközben megszűnnek, a változóan felhőség mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem várható, mérsékelt lesz az északkeleti szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Szombaton a több órás napsütést csak időnként zavarják felhők, csapadék nem várható, megélénkül az északi szél, kora délután 18 és 22 fok valószínű. Vasárnap sok lesz a napsütés, megerősödik az északi szél, 14 és 19 fokra számíthatunk. A jövő hét elején is száraz, napos időre van kilátás. Változó irányú szél lesz, 15 és 18 fok között tetőzik majd a hőmérséklet.